Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Eljött ez a nap. Leomics Alapítvány 30 éves, illetve egy picivel több, de sajnos tavaly nem tudtunk ünnepelni a Covid miatt. Úgyhogy most ezt be fogjuk pótolni, ha minden igaz. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek. Először szeretném fölkérni az ünnepi beszéd megtartására dr. Tímár Csabát, az alapítvány elnökét. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, kedves barátaink! Ahogy az Andris a bevezetőjében elmondta, 30 évet, illetve az alapítványt illetően 31 éve létezünk. Az intézet azért is van azért aktualitása 2022 évnek, mert maga az intézet az 92-ben nyitotta meg a kapuit. Ma én úgy gondolom, hogy egy kicsit megáll az élet 31 év után. Erre figyelmeztetett reggel a történetem, hogy a karórámat otthon felejtettem, és akkor gondoltam, arra nem is kell tulajdonképpen. Ennyi év haladás után most ezt az ünnepet úgy gondoljuk arra kihasználni, hogy egy kicsit megállítjuk az időt, és egy kicsit visszaemlékezünk, és egy kicsit együtt örülünk. Még egy gondolat foglalkoztatott a kivezető úton, nevezetesen az, hogy napok óta a sajtó foglalkozik azzal, hogy a bolygóknak olyan együttállása figyelhető most meg június 18 és 27-e között, és a mai nap még, meg a holnapi nap még pontosan ebbe beleesik, ami utoljára 940 vagy 960-ban, tehát több mint 1000 évvel ezelőtt volt megfigyelhető. A Mars, a Neptun, a Jupiter, a Vénusz és a többi, ez így egy sorba áll. Én úgy gondolom, hogy ennek, ha egy kicsit a spiritualitásban hiszünk, akkor ennek van jelentősége. Tudnilik, legközelebb ilyen esemény majd 2450-60 körül lesz. Ezt azért mondtam csak el, mert én úgy gondolom, hogy amikor a Leomics Alapítvány megszületett, akkor ha nem is ilyen módon, és nem is ennyire rendezetten, de valahogy az akkori csillagoknak valamiféle jó állást kellett mutatni, együttállást kellett mutatni, hogy ez a dolog létrejöjjön. Tulajdonképpen a 89-90-91-92-es évekről beszélek most, amikor ugye idősebbek tudják, a fiataloknak ez már történelem, a rendszerváltás végrehajtódott Magyarországon, és gyakorlatilag egészen más indult el. A Leomicsi születése erre az időszakra esik. Mi, akik már a korábbi évtizedekben is éltünk és dolgoztunk, főképp az egészségügyben dolgozó barátaink, látták azt, hogy a kádári években tulajdonképpen már rengeteg függő volt Magyarországon, rengeteg drogos volt Magyarországon, de az akkori ideológia ezt nem engedte meg, hogy erről beszéljenek. Ezért az elhallgatás, a szőnyeg alá söprés, aztán később a medikalizálás, illetve a kriminalizálás volt jellemző ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Sokan emlékeznek még olyan intézményekre, mint a Nagyfa, ahova kényszergyógykezelésre, meg Palánk kényszergyógykezelésre utalták be a függőket. Természetesen senki nem gyógyult meg, sajnos. Az egészségügyben dolgozók, akiknek a nyakába oda lett varva ez a téma, látták, hogy gyógyszerekkel, antetillel, esperállal, stb. Ugyancsak nem lehet meggyógyítani a függőket, és valami új utakat kerestek. És akkor a csillagok együttállását úgy értem, hogy valaminek akkor történnie kellett, hogy pont 1990-ben az olasz Leomicsi Alapítvány, ami névadónk, gyakorlatilag Magyarországon járt a művész csoportjával, és ők a tevékenységüket Message Joe-nak küldetésnek tekintik, és úgy gondolták, hogy a Leomicsi eszméje az volt, hogy ezt a fajta módszert, ami egészen más ahhoz képest, ami korábban itt az egészségügyben található volt, ezt meg kellene több országban is honosítani. Kísérleteztek Görögországgal, az ott nem sikerült, Magyarországon jó talajra hult ez a mag, mert lám 30 év óta még vagyunk és viseljük az alapítónak a nevét.
91 tavaszán pár munkatársunk lent járt Nápoly melletti Maddaloniba, az ő intézetükbe, amit úgy hívtak, hogy Comunità, és megismerkedtek a módszerrel. Vittek le Magyarországról gyógyulni vágyókat, és ez év áprilisában meg is alakult a Leamics Alapítvány, a bíróság bejegyezte. 10 alapító hozta létre, fejenként 1000 forintos induló tőkével. Szükség volt ezek után az olaszok inspirálására, hogy az intézetet is megnyissuk, de hát ahhoz helyet kellett keresni, és az akkori olasz alapítvány vezető helyettese, jó róla név szerint is megemlékezni, Antonio Esposito, azt mondta, hogy ő Komló városát igen kiválónak találná egy ilyen intézet létrehozására. Akkor tudtuk meg, hogy a karbonvállalat már felszámolás küszöbén áll, és eladásra kerül a sporttelep fent a Bajcsy-Zsilinszky utca végén, és megvásároltuk 91. októberében ezt a területet, és 92. január 2-án meg is nyitottuk az első terápiásokkal, fűtetlen barakokba laktunk, télen a pohárba, reggelre belefagyott a víz, ha enni akartunk mi magunk, vettük meg útközben a boltba és hoztuk ki, hát ez volt a hőskorszak. Azóta eltelt 30-31 év, és most az következne, hogy azt kérném a kedves résztvevőknek, hogy most dűljenek hátra, hogy kortyoljanak az ásványvizeikből, mert az elkövetkezendő másfél órában el fogom mondani az elmúlt 30 évnek a történetét. Hát ez ennyire gonosz nem vagyok, hogy nem élek vissza ezzel a megtisztelő szereppel, amit most kaptam, hanem mindenkit nagyon sok szeretettel invitálok, amikor itt vége van a színházi előadásnak, föl az intézetbe, ahol program szerint lenne egy olyan programpont, hogy vagy a központi térbe, vagy a sátorba, ez időjárás függő, innentől folytatnánk egyfajta workshop, egyfajta kerekasztal beszélgetés, egyfajta interaktív történetben, mert így akár itt, akár ott fönt, én úgy gondolom, hogy túl unalmas lenne így dátumszerűen, évszerűen elmondani. Én úgy gondolom, hogy ezt tekintsétek úgy, mintha egy könyvet a kezünkbe vennénk, és mondjuk a hátlapján van egy ilyen ismertető, vagy fülszövegnek mondják a borító belső oldalán, hogy ez, amit én most elmondtam az alapítvány kezeléséről, a kezdeteiről, ezt tekintsük ennek a fülszövegnek, és akkor majd magát a könyvet meg majd fölütjük odafönt. Én úgy gondolom, hogy még erről a helyről kellene most itt szót ejtenem, mert ennek itt van aktualitása, hogy ez a Komlói Színház és Hangversenyterem a Leamics Alapítvány 31 éves történetét nagyon szorosan végigkísérte. Az olasz zenészek, művészek 91-ben azért, hogy a telepvétel árához hozzájáruljanak, két nagy sikerű koncertet tartottak itt Torino Palma vezetésével ebben a teremben. Majd az azóta 94-ben a színházterápiánk alapjait megalapító Zsors Bál tartotta itt az első színháztréningjét, és megalapozta a Leamicsi színházterápiás tevékenységét. Minden évben, most a Covid kivételével egy-egy darab itt bemutatásra került. Itt volt szerencsénk átvenni Komló városától, és nagy megtiszteltetésnek vesszük, és most utólag is köszönjük a Semmelweis díjat, amit az alapítványunk nyert el, és most is itt vagyunk. Azzal fejezném be a felszólalásomat, vagy a köszöntőmet, hogy kint az előtérben elhelyezett gyűjtőládákba, aki tudja az alapítványunkat szponzorálni, és abba bizonyos összeget be tud tenni, az jó helyre fog kerülni, mert a rezsi csökkentés és a spórolás céljából, és most ez amúgy is egy preferált téma, szeretnénk az intézet épületeinek a tetejére napelemeket elhelyezni, hogy ezzel is spóroljuk, és ezzel is pénzt tudjunk megtakarítani. Azzal zárnám a köszöntőmet, hogy köszönetet mondanék a jelenlévőknek is, a jelen nem lévőknek is, mindazoknak, akik az alapítvány munkáját segítették, támogatták, nem utolsó sorban, sőt elsősorban köszönetet mondok azoknak a volt klienseinknek, akik itt alapozták meg a felépülésüket, és a mai napig józanul élnek, és azoknak a
konkrét segítő munkatársaknak, akár a körünkben vannak már, akár nincsenek, akik pedig segítették a klienseket ezen a nehéz úton előre haladni. Én úgy gondolom, hogy nem az én felszólalásom, hanem ők érdemelnének meg egy nagy tapsot. Köszönöm, és akkor szeretném felkérni Kispál László a polgármestert, hogy egy szép köszöntőt mondjon nekünk. Köszönöm. Először is szeretettel köszöntök én is minden résztvevőt a 30 év kapcsán, és most már hallottuk az a szép beszéd, ami rövid. Én úgy gondolom, hogy megérdemel egy kicsit a visszatekintésben egy-két név megemlítést, főleg azért, mert hiszen tudjuk a rendszerváltás időszakában még nem azt a társadalmi együttérzést éltük, amit most már meg kell élnünk. A társadalom sajnos egyes dolgokra felnőtt, hozzáérett, és bizonyos intézmények többek között a Leomics is megkövetelte a létét. Én ott voltam az első rendszerváltás utáni képviselőtestületben, 1990-től kezdve, amikor a Leomicsi kérése, kérvénye és segítségnyújtási igénye megjelent a testület előtt. Nem mondhatom, hogy felhőtlen viták voltak, hiszen, ahogy mondtam, a társadalom nem ugyanazt gondolta, nem ugyanazt érezte, és talán az együttérzése sem volt olyan szinten, hogy ma már ezt meg kell élnünk és meg kell értenünk. Végül is két nagyon fontos nevet, és fontosnak tartom az akkori alpolgármestert, Harnodi Csabát, aki nagyon lelkén viselte, és nagyon komolyan képviselte és támogatója volt az alapítvány komora hozatalának, valamint az akkori bizottsági elnöknek, dr. Szántó Juditnak a nevét vagyok még illetve megemlíteni, aki bizottsági elnökként, szociális egészségügyi bizottság elnökeként igen fontosnak tartotta, hogy ez az intézmény komlón gyökeret verjen. Azt kéne mondanom, hogy milyen sok ismeretünk van az intézményről. És talán ezzel azt kell elismernem, hogyha nincs, akkor úgy tudjuk az eredményességet, hogy bizonyos információk kapcsán megkapunk információkat eredményekről, gyógyultak számáról, az országban elfoglalt helyéről, elismeréséről, de a várost nem terheli, a várost nem nehezíti, és a korábbi félelmek, amik megjelentek, ez korán sem volt igaz, és a későbbek pedig nem is igazolhatott be. Én azt gondolom, hogy az az eredmény, hogy itt vannak, hogy sokat bocsájtottak ki, nekem személyes ismeretem is, egy 30 éves barátság indult azzal újra, hogy Pestről megkerestek, hogy olyan híres az az intézmény, hogy a sajnálatos a családban lévő családtagot ide szeretnék elhelyezni, és így újra felelevenedett az intézmény ittéte. Illetve néha meghívást kaptunk és örömmel mentünk korábban képviselőtestületi tagok, amikor még kisáltal foglalkoztak és egyéb terápiás kezeléseket. Én tudom, ez biztos az én hiányosságom, évek óta nem voltam fent az intézményben, de látok képeket, hallok róluk, és mindenképpen elismeréssel beszél róla mindenki, és azt hiszem az országos hír ennek is köszönhető. A polgármester távolítében engem ér az a feladat, hogy az alapítvány részére egy elismerőklevet adhassak át, és azért kértem, hogy az elnök maradjon fönt a színpadon, ne kell egymást oda-vissza váltanunk, és tolmácsolva a polgármester elismerőklevelét és kitüntetését, a testület elismerését, gratulálok az elvégzett munkájukhoz, továbbra is sok sikert a jövőben, ugyanilyen csendben, ugyanilyen vihar nélküli jelenlétet Komlón, sok sikert hozzá, hiszen családok, emberek a jövőben vetett hitüket újra megélve onnan gyógyultan kerültek ki, és ez így van jól. Legyen ez így, bárcsak ne lenne szükség hasonló módon
intézményekre, de ez a társadalom már így él, és az ilyen intézmények nagyon fontosak a jelenlétünkben. Gratulálok az eddigi munkához, köszönet mindenkinek az ott elvégzett munkához, és fogadja el tőlünk a város képviselőtestületének, polgármesterének oklevelét. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm az elvégzett munkát, köszönöm a Komlón létüket, és még egyszer sok sikert, eredményes, kitartó, sok sikert, igény munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bírjátok még? Akkor szeretném felkérni dr. Petke Zsoltot, hogy ő is mondjon egy-két szót nekünk. Köszönöm. Jó napot kívánok, sziasztok! Tudjátok, Zsolt vagyok, és függő. Kapcsolódnék a polgármester úr szavaihoz, azzal kapcsolatban, hogy ugye az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben 10 éve én vezettem az addiktológia osztályt, ez egy 100 ágyos addiktológia osztály. Rengeteg óriási rendezvény, szakmai rendezvény zajlik a kórházunkban. Minden rendezvény előtt behív a főigazgató, és engem külön megkér, hogy Zsolt, bármit csináltok, csak balhé ne legyen. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül így áll még mindig a társadalom azokhoz a kliensekhez, akik mi vagyunk mindannyian. Viszont ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy mióta ott vezető vagyok, egyetlen balhé sem történt. És még egy gondolatot hoztam arról, hogy milyen szakmai helyet, vagy milyen helyet foglal el a szakmában a Komlói Leo Amici Alapítvány. Az a szó jutott eszembe, hogy egy viszonyítási pont. Tehát aki ma addiktológiában képzi magát, szakorvosként, pszichológusként, addiktológiai konzultánsként, az szeretne Komlóra kerülni egy órára, egy napra, egy hétre, körülbelül úgy, mint ahogy ha valaki szépen akar megtanulni franciául, ő a Sorbonne-ra akar menni. Valahogy ilyen helye van ma Komlón a magyar addiktológiai ellátásnak, és azt gondolom, hogy itt ülnek azok, akik támogatták anyagi forrásokkal, kapcsolatokkal, befolyással az intézmény létrejöttét és azóta is folyamatos működését, ugye 30-31 éve, a nap 24 órájában, ünnepnapokon és karácsonykor is Komlón van felvétel, a függők segítségért fordulhatnak. És még egy utolsó gondolat az addiktológiai szakmáról. Ugye sokan azt gondolnánk, hogy a csúcsintézmény az addiktológia szakmában az egyetemi kórházi osztály, ahol a legtöbb okostóni főorvos dolgozik. Fölötte van még egy, a rehabilitációs intézet. Mivel a kórházban a rengeteg szakmai tudást és türelmet hozzá tudják tenni a felépüléshez, de nincs meg az a fajta szeretet, az a fajta elfogadás és az a rengeteg idő, ami egy függő felépüléséhez szükséges. Komlón 31 évvel ezelőtt sokan összeálltak és ezt kitalálták, hogy az óriási szakmai tudást és a tapasztalati tudást összehozták egymással, és ez ma már számtalan intézményben komlói mintára így működik. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy eljöttek. Megpróbálom
tudtam beállítani Nagy Petke után. Lenne egy kellemetlen mondatom, azzal kezdem, hogy az lenne a kérésem, hogy miután megnéztétek a darabot és nagyon tapsoltok hosszú ideig, akkor utána gyertek fel az alapítvány területére, viszont próbáljátok meg, hát nehezen mondom ezt ki, mert elég sok függő van itt, vagy törekedjetek rá, hogy ne autóval gyertek, mert nem tudtok bent megállni, hiszen van egy hatalmas sátor fölverve a betonplacon, aki ismeri az intézetet. Amit én el szeretnék mondani, ami így eszembe jutott, mondott Imácsaba, hogy csak másfél órát beszélne, ő is öregszik már azért, hogyha másfél órában össze tudná foglalni, amit el akar mondani. Én kicsit többre gondoltam. Az jutott eszembe, hogy van fönt egy nagy könyvünk, amiben benne van az összes kliens, aki megfordult a Leoamics Alapítvány történetébe. Ez több mint 700 ember a 30 év alatt, és hát mi nem szoktunk ilyen statisztikákat készíteni, de az biztos, hogy több száz embernek nagyon megváltozott az élete, amióta volt kezelésben. És akkor mi szeretünk ilyen különleges dolgokat is csinálni néha, ami nem annyira unalmas. Ha benne vagytok, nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy aki akár egy napot is volt a Leoamics Alapítvány, az álljon föl. Picit a darabról beszélnék nektek, hogy hogyan készült ez a darab. Tehát mi volt a készítés közben, azt így megpróbálom elmondani. Tehát volt veszekedés, volt utálat, harag, volt siker, voltak könnyek, volt odafigyelés, volt szomorúság, lemondás, kisítőség, tehát ilyen dolgok. És akkor még egy ilyen különleges dologban, ha benne vagytok, általában úgy szokták, hogy az előadás után szokták megtapsolni. Most az lenne a kérésem, hogy előtte tapsoljuk meg a darabot.
Orkán viharnak nővére, és te kétlő ég volt az, akinek szépségét ellenfogadom. Álszent tenger, tükörképe szívemnek. Rejtélyes keblű föld, szférák lakói, világegyetem. Isten, te bőkezű teremtő, hozzád fohászkodom. Mutass egy embert, aki jó. Színű. Igazából nem is reális. Semmi értelme az egésznek. Na, viselkedj, édesfiam! És mit gondol majd ő? Most biztos engem néz. Szánalmas vagyok. De megérdemlem. Jó lenne, ha ide jönnél. Hagyj békén! Dögölj meg! Hiányzol. Azt hiszem, a nyakleves és a tasi. Ne kiabálj!
legebb gyereked vagyok. Igen. Talán majd szemetes autó leszek. Vagy traktor. Csak legyek boldog, ugye? Szilárdkám. Na de most? Most biztos más lesz. Kiszi a pici. Mit is képzeltem? Nekem ennyi jár. Ezt érdemlem. Hivatalból csak az egyes. Már úgysem mehetett sokáig. Én is kurvára unom. Jába féreg vagy. Ne kelljen ébren lenni. Azt nem szeretem. Thank you.
Iszok! Távolodom. Hányok? Könnyebb leszek. Iszok! Távolodom. Hányok? Könnyebb leszek. Iszok! Távolodom. Hányok? Könnyebb leszek. Távolodom. Hányok? Könnyebb leszek. Távolodom. Hányok? Távolodom. Iszok! Távolodom. Iszok! 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 Könnyebben távolabb jutok? Lehet, hogy nem, de most szabadulhatok. Ott van valami,
ami voltam, mindig is. Nem lehet igaz. Talán most. Majd most. Az én reményem. Vagy mások reményem. Szemben a tűző nappal, Krisztina kezét fogva. Lehúnyt szemei előtt, sárga fagykák táncoltak. Majd a karikánkból, egy sárga, halott, egykor Berzsáknak a város bontakozott ki. A városon kívülünk, tudta, édesvízi patak folyik, és zöld, ismeretlen nevű fák leveleire mennek a nyugati szélben. Thank you.
szeretnék repülni, fentről látni a hazámat, erdőket, mezőket, hegyeket, dombokat, érezni a magasságot. Igen, körözni a Balaton fölött, ahol sok-sok napot, hónapot, éveket töltöttem boldogságban és szomorúságban. Visszarepülni a múltba, érezni a hegyek illatát, a gleccserek zaját. És amikor visszatérek a földre, hátradőlök, és fölnézek az égre, ahol köröztem a felhők között. És Sarlós boldogasszony római katolikus templom harangjai szólnak. Lakócsa Barstól délkeleti, Szigetvártól déli, Sejjétől pedig nyugati irányban fekszik. Mindhárom várostól megközelítőleg azonos, körülbelül 15-15 kilométeres távolságra. Somogy megye egyik legdélebbi fekvésű települése 1910-ben 1303 lakosból 364 magyar, 4 német, 924 horvát volt. Ebből 1227 római katolikus, 56 református és 19 izraelita volt. 2011-ben 535-en éltek a faluban. Ekkor már csak a lakók alig több mint egyharmada vallotta magát horvát nemzetiségünk. 2012-ben felújították a Szent Borbás Lakócsa-Drávafok 5,2 kilométeres útszakaszt, amelyet 2012. július 31-én adtak át a forgalomnak. A Vörösmarty és a Szabadság utca sarkán található barokk stílusú templom 1737-ben, a plébániaház 1855-ben épült. A templom tornyába két harang lakik. A nagyobbik délidőben megszólaló 643,77 kg-os harangot Kutmájer Frigyes gyopáros alpári műhelyével öntötték 1967-ben.
érdemlem a változást. Minden az én hibám. Vajon mire számíthatok? Nem tudom, mit kéne tennem. Megérdemlem a változást? Nem tudom, hogy mit szeretnék volna. Vajon mire számíthatok? Nem tudom, hogy mikor akarom azt. Minden az én hibám. Nem tudom, mit kéne tennem. Nem tudom, hogy mit szeretnék magamtól, és nem tudom, hogy hol akarom. És nem tudom, hogy mikor akarom. Vajon mire számíthatok? Nem tudom, hogy hol akarom. Minden az én hibám. Nem tudom, mit kéne tennem. És azt nem tudom, hogy hol akarom. Minden az én hibám. Nem tudom, hogy mikor akarom azt, amit nem tudom, hogy hol akarom. Vajon mire számíthatok? Nem tudom, mit kéne tennem magamtól, és azt nem tudom, hogy hol akarom. Nem tudom, mit szeretnék magamtól, amit nem tudom, hogy hol akarom. Segítségre van szükségem. Szabaduljatok meg tőlem. Tehát meg akarok halni. Majd én megoldom. Soha nem mondtam el. Apa, szeretlek. Thank you.
Tartsanak el és hízelegjenek, de ugyanakkor hagyjanak békén. Küldjenek pénzt postán! Veszítsenek el egy nagyobb összeget az utcán, amit én majd véletlenül megtalálok. Legyenek elragadtatva tőlem a hátam mögött. Ugye én tényleg egészen véletlenül visszahalljam valakitől, aki nem is tudja, hogy rólam beszél. Rám a házukat és halljanak meg.
nem igaz. Nem lehet igaz. Talán most. Majd most. Szeretem. Szeret. Burék. Talán most. Majd most. Azért reményem. Vagy mások reménye. Thank you.